utálom a Covidot. Gondolom, sokan így vagyunk ezzel. De most olyan hírek vannak, hogy talán húsvét után, pár nappal, húsvét hétfő után pár nappal elérjük a átoltottságba 2,5 millió embert, és lesznek enyhítések. És azt hiszem, hogy még 1 milliónál meg lesznek megint enyhítések, vagy 500 000, nem tudom, hogy határozták meg. Lényeg, hogy én már nagyon várom azt, hogy minden a régi kerékvágásba menjen, mert már nagyon unalmas. Én is átestem ezen a Covidon november és január elején. Nem élveztem, de most már várom, hogy végre minden úgy működjön, mint régen. Bízom benne, hogy a nyár ilyen lesz. És legfőképpen bízom abban, hogy a május már a feloldásról fog szólni. Majd meglátjuk. De jó esély van rá arra, hogy a júniusunk már igazi nyár lesz. Meglátjuk. És legfőképpen abban bízom, hogy nem lesznek újabb hullámok. És ez a vakcina, ez meg fogja oldani a helyzetet. Mert már elég kellemetlen. Gondolom, mindenki így mond vele, nem csak én. Úgyhogy párásodik a szemüvegem az a maszkba, úgyhogy ez se ér semmit szerintem ez a maszk. Kipróbáltam azt a, ami kötelező, az FFP2, hát két nap után az is rojtolódik, aztán gáz, tehát az is pár óránként cserélni kéne. De hát az ahhoz drága. Még jó, hogy itt nincs megszabban állunk, mint Ausztriában, hogy azt kell hordani kötelező jelleggel. Aztán az se ér, hogy többet, mint egy normál maszk. Mondjuk ez a saját privát véleményem. Nem kell ezt másnak osztani, de én már örülnék, ha ez lekerülne. De még valószínűleg egy évig ez el fog minket kísérni. Biztonság kedvéért. De most már meg lehet figyelni, hogy ez a maszk viszel, és valahol divat. A jobb fa maszkok vannak. De már ez inkább annak szól, hogy az emberek a kellemetlenség részét így próbálják valahogy saját magukban leplezni, hogy ha jobban néz ki, akkor talán kevésbé nyomasztó hordani. Már elég nyomasztó hordani. Legfőképpen az ember siet, és jobban szedi a lábát, akkor gyakran lecsúszik. Én, mint a kis szemüveges, lehet látni azért, hogy lecsúszik az ember arcáról, tehát nagyon zavaró. Én nem vagyok vele kibékülve, de hordani kell, akkor hordani kell. De jó lenne már azt mondani, hogy nincs semmilyen vírus. Tehát még át kell élnünk valószínűleg az életünk során még pár ilyen kellemetlenséget. Volt a gazdasági válság, most van ez a járvány ütötte válság, én még ki tudja, milyen válság lesz. Morális válság, erkölcsi válság, az már jelen van. Nagyon is jelen van sajnos. Ez egy ilyen világ. Olyan világ, amilyenné teszi az ember. Mindenkinek más az értékrendje, de hallunk érdekes dolgokat mondjuk az Amerikából. Hogy ki lett a egészségügyi miniszter, ezt a röhelyes transz nevű ember egészségügyi miniszternek a legalapvetőbb probléma az, hogy azt tagadja, hogy férfi és egy nő között van normális kapcsolat, és olyan embert beraknak, aki más van. Ha majd kihal Amerika, akkor majd észhez térnek talán. Na szóval nem is akarok politizálni tovább. Elég szégyenletes. De majd megisszák a levüket. Megválasztották. Sejtették, hogy mit képvisel. Mindenki egyen meg, amit főzött. Nem csak ezt tudom mondani. Ugyanez lesz nálunk is a választásnál. Mindenkinek legyen a szíve joga, hogy
kit és mire szavaz, de hát annak van következménye. A más nem annyi, hogy 4 évig azt kell elviselni. Legyen az jó, vagy legyen az rossz döntés. Milyen szép a hold. Bár ez a kamera nem hiszem, hogy vissza fogja adni. Úgyhogy ennyi lett volna a rövid eszmecseré. Gondoltam, megosztom a gondolataimat. Tetszik ez a hold. Megnézem, hogy a kamera mennyire adja vissza. Pont vagy sem ennyire. Na. De ma már kellemes, 19 fok volt. Jövő hétre mondanak megint egy hideg front. Hideg betörés, tehát 2 napig. Hát nem örülök neki. De hát ez van. Jaj, mindjárt felborulok. Úcska lépcső. Így dönt lefele. Na szóval, ennyi lettem volna. Szép estét mindenki.